Barátaival együtt ünnepelte 70. születésnapját Fazekas László. Az Újpesti Tornaegylet, az UTE baráti kör, valamint Újpest önkormányzatának közös rendezvényén köszöntötték 70. születésnapja alkalmából Fazekas Lászlót, az Újpest 92-szeres válogatott, olimpiai bajnok, európai ezüstcipős csatárát az Újpesti Polgárcentrumban. Eljöttek a régi játszótársak, a tisztelők és barátok. Újpest önkormányzatát Nagy István és Zsigmond Barna Pál alpolgármesterek, valamint Tahon Róbert jegyző képviselte. Zsigmond Barna Pál alpolgármester olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök levelét, amelyben a kormányfő kiemelte, hogy Fazekas nem csak tehetségével, hanem kitartásával és profizmusával is kiemelkedett a magyar labdarúgásból. Pintér Sándor belügyminiszter köszöntőjét Csampa Zsolt államtitkár tolmácsolta, majd Őze István klubigazgató az egyesület nevében aranygyűrűvel lepte meg az ünnepeltet. Az MLS ajándékát az egykori ferencvárosi ellenfél Nyilasi Tibor nyújtotta át, a MOB részéről pedig Bodnár András köszöntötte az olimpiai bajnok Fazekas Lászlót.